A megemlékezés a Kovács Mihály Huszár Bandérium huszárjainak közreműködésével, az országzászló felvonásával kezdődött a Kossuth téren, majd a református nagy templomban az ünnepi istentiszteleten folytatódott tovább. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 32. évfordulója tiszteletére rendezett városi megemlékezés első része az országzászló felvonásával kezdődött a Kossuth téren. Az országzászló felhúzásában közreműködtek a Kovács Mihály Huszár Bandérium huszárjai és a Karcagi Részfúvós Együttes. Ezt követően a református nagy templomban az ünnepi istentiszteleten igét hirdetett nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes. 1956-ban, ahogyan mondja a költő, egy egész nemzet azt mondta, elég volt. 1956-ra az 1945-től bejelentkező földi mennyországot, paradicsomot megvalósítani akaró kommunizmussal szemben azt mondták a mi őseink és őseink, hogy ez nekünk nem kell. Szóltak már korábban is néhányan, de annak ugyanaz lett a vége, mint a korábbi nagy birodalmak idején, hogy aki szólt, az mehetett a Nadrási út 60-ba, mehetett tilalmasra a napgazdaságba, Recsbe is tartsára. Szólj, tájni fog a fejét. 1956-ban arról kezdtek el az emberek nyíltan beszélni, ami addig forrongott a szívükben, hogy az Isten teremtési rendje az, ami biztosíthatja az emberek életét, boldogságát, gazdagodását. Nehogy azt gondolja valaki, hogy túlzok, mert szeretném, hogyha látnánk egy nagyon szép, érdekes kis jelenetsort. Ruszkik haza. Az Isten teremtése rendje szerint ebben a Kárpát-medencei régióban vérrel szerzett hazát ültek meg a magyarok. És a velük testvéri sorsközösségbe került uruk. Ezt akarták elvenni tőlük. Ezt akarták megsemmisíteni. Az internacionalista, a nemzetköziség eszméje alatt meg akarták szüntetni, ki akarták venni az emberekből, ki akarták írtani, gyökerestől ki akarták lépni azt a szót, hogy magyar, azt a szót, hogy nemzet. Nekünk Magyarország kell. Magyarok vagyunk, és a magunk országában akarunk élni. Ezt egy Ruszkik haza. És kell a szabadság. Ezért ontották a vérüket, a mi őseink. Ezt mondták 1956-ban, vissza ezt a szabadságot. Mert ez az Isten teremtési rendje, hogy itt, ebben az országban azt gondolhassuk, amit akarunk. Abban hihessünk, amit akarunk. Mert ez az Isten teremtési rendje, ez az Isten akarata. Az ünnepi műsorban a Karcagi Nagykun Református Gimnázium diákjai közreműködtek.